Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim. Ismét otthonomból, dolgozó szobámból jelentkezem ezen a csodálatos nyári estén. Érdemes csatlakozni annál is inkább, mert érkezett néhány érdekes kérdés. Szerintem érdekes kérdés, biztos vagyok benne, hogy számotokra is, vagy ti is azt fogjátok gondolni, hogy érdekes kérdések. És érintünk egy komplex témát, egy olyan témát a hászid életben, vagy a hászid életvitelben, ami, hogy is mondjam, központi szerepet tölt be. Jó estét kívánok, Marián Zsolti barátomnak, szeretettel köszöntöm Orsolyát, Tímát, Bondár Csabát, jó estét kívánok Gulden Csillának, egy csomó ismerős név, jó estét kívánok Barnabásnak, Plüme Dávidnak, Angélának, Zsülinek, Istvánnak, szeretettel köszöntöm Lászlót, Leventét, és még azt a több mint 50 tanulótársunkat, akik itt vannak. Jó estét kívánok! Kezdjünk is bele, annál is inkább, mert ma egy picit rövidebbre kell vegyem a tanulást, mert lesz még egy másik elfoglaltságom is. Oké, okay. Akkor nézzük először a kérdéseket. Két kérdés is van, vagy pontosabban három. Azt mondja, mit jelent, hogy a zsidó kiválasztott nép? Vajon azt jelenti, hogy jobbak-e, mint más népek, vagy valami hasonlót, rasszista-e ilyen tekintetben a zsidóság? Rasszistának semmiképpen nem mondanám, már csak azért is, mert hogyha valaki sokat szenvedett az elmúlt évezredekben a gyűlölettől és a gyűlölettől és és az utálattól, akkor azok éppen mi a zsidók voltunk, tehát ezt semmiképpen nem mondanám. A kiválasztott nép az pedig nem egy, tehát a zsidók nem gondolják azt, mi nem gondoljuk azt, hogy szebbek, jobbak, okosabbak, ügyesebbek, rátermettebbek volnánk, mint bárki más. És még csak azt sem gondoljuk, hogy az Isten általi kiválasztottság az valamiféle privilégium, vagy valamiféle előjog. Erről szó sincsen. Ennek éppen az ellentétje igaz. Mi azt gondoljuk, és abban hiszünk nagyon mélyen, hogy a kiválasztottság az nem privilégium, hanem felelősség, hanem feladat. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy csak úgy, mint Isten minden embernek más és más feladatot szán, ugyanúgy, és hasonló módon, Isten a világ népeinek más és más feladatot szán. Míg Isten a többi nemzetnek, hét parancsolatot ír elő, és ezáltal ennek a hét parancsolatnak a betartásával tudnak ezek a népek közelebb kerülni Istenhez, és ezáltal ennek a hét parancsolatnak a betartása által tudják szolgálni Istent. Az, hogy mi ez a hét parancsolat, arról már nagyon sokat beszéltünk, és ajánlom a blogomat, a lekvárisgen.blog.hu-t, ahol írtam a noachiták, Noé leszármazottainak a hét törvényéről. Szóval, míg Isten a népeknek hét törvény betartását írja elő, addig a zsidóknak 613 parancsolat betartását írja elő. Minden parancsolat természetesen felelősség és feladat. Egyszerűen Isten más feladatot szánt a zsidóknak, mint bármelyik másik nemzetnek, ami nem azt jelenti tehát, hogy a zsidók szebbek, jobbak, okosabbak, ügyesebbek, erősebbek, vagy bármi más, hanem egyszerűen azt, hogy más a feladatunk ezen a világon. És általában véve, vagy általában el lehet mondani, hogy a zsidóság a legnagyobb hangsúlyt nem a, hogy mondjam, nem a hitre helyezi, vagy ugye erről is sokat beszéltünk, tehát nem feltétlenül a hitre helyezi, sokkal inkább a cselekedetre, hogy mi az, amit tenni kell. Szóval nem arra, nem azon mélázunk és morfondírozunk, hogy Isten kiválasztott minket, vagy bármi hasonló, hanem sokkal inkább azon kell, arra kell törekednünk, és azon kell elmélkednünk, hogy miként tudjuk Istent szolgálni, már pedig Istent szolgálni, a 613 parancsolat betartásával tudjuk, tehát Isten elmondta nekünk, hogy mi az a mód, amivel lehet őt szolgálni, ez a mód, ez a 613 parancsolat betartása. Nézzük a következő kérdést. Sok szó esett már arról, hogy a tudomány és a vallás a judaizmusban mennyire összeegyeztethető. Értem, hogy a teremtés napjait miként magyarázzák, és hogy így a dinoszauruszok is beilleszthetők a képbe. De mi a helyzet az emberrel? Régészeti kutatások szerint vannak embertől származó leletek, például használati tárgyak, amelyek idősebbek az első emberpár születésénél. Oké, okay, ez egy nagyon-nagyon releváns és jó kérdés. Ugye először is ugye azt mondtam, hogy a először is azt mondtam, hogy a tudomány és a zsidó hit, a zsidó vallás nem csak hogy összeegyeztethető, hanem minden esetben passzol, erősen passzol egymáshoz. A Maimonides, a híres 12. századi filozófus úgy fogalmaz, hogy azt mondta, hogy
ha olyat talál az ember, ha talál az ember valami olyat, amiben a tudomány ellentmond a Bibliának, ellentmondana a Tórának, akkor két dolog lehetséges. Ez csak két okból lehetséges. Az egyik, hogy az ember nem érti, amit a Tóra mondani akar, félreértelmezi a Bibliát, félreértelmezi a szöveget. A másik pedig, hogy a tudomány téved, a tudománynak nincs igaza, valamiért egyszerűen csak, ugye a tudomány azért az nem egy exakt dolog, ugye a régészet sem feltétlenül exakt dolog, nem mindenre, ugye, hogy mondjak egy példát, nagyon sok mindenről, és nem akarom elbagatelizálni a tudományos leleteket, de nagyon sokszor előfordul az, hogy a tudomány megmásítja a véleményét valamiről. Például, mondok egy példát, a világ 13,7, a jelenlegi tudomány mai állása szerint úgy becsülik a tudósok, hogy a földgolyó 13,7 vagy 13,4 milliárd éves. Nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt ennél idősebbnek gondolták a Földet. Azt gondolták, hogy 14 milliárd és valamennyi éves. Most ez oké, okay, ez a mi szempontunkban a 13 milliárd év az ugyanolyan messze van, mint a 14, mármint elképzelhetetlenül sok idő, de hát 1 milliárd év az, 1 milliárd év az nem olyan kevés, ugye tévedésben. A tudomány folyamatosan új dolgokat, ugye a tudósok folyamatosan új dolgokat találnak, és a korábbi nézeteiket folyamatosan korrigálják az új leletek és az új megállapítások alapján. Ami rendben is van, ez így van helyén. Tehát, amit a Majmonides mond, az nagyon is igaz. Ez ugye, hogy ha ellentmondást talál az ember a tudomány és a Tóra között, akkor vagy félreértelmezi a Tóra szövegét, félreértelmezi a Bibliát, lehet, hogy nem pontosan érti, ami oda van írva, vagy pedig a tudományos vélemény az nem végleges, nem exakt. Mert a tudományos vélemény az sokszor változik. A másik kedvenc példám erre a koleszterin. Ugye néhány évvel az elmúlt évtizedekben azt mondták, hogy a koleszterin az milyen rossz dolog, az megöli az embert, és trombózist okoz, és érszűkületet okoz, és minden problémát okoz. Ma meg azt mondják, hogy a koleszterin az nem is olyan nagyon rossz dolog. Most mikor van igaz? Melyiket kell elhinni, ugye? A 20 évvel ezelőtt itt vagy a mai? És emiatt a tudomány ugye folyamatosan változtatja a véleményét. Ez egy fontos dolog. Tehát magyarul a mondanom lényeg, hogy a tudomány és a Tóra mindig összeegyeztethető, és ha nem egyeztethető össze, akkor ott valamelyik félre van értelmezve, valamelyik nem akkurátus. Ez egyik dolog. Ugye a másik, ugye beszéltünk arról, hogy a Föld, beszéltünk arról, hogy a zsidó hit szerint Isten az embert 5781 esztendeje teremtette. Arról is beszéltünk, és ezt a kedves olvasó csak azok számára, akik nem hallották ezt, a kedves tanulótársunk ugye írta is, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan összeegyeztethető a Föld kora, meg a dinoszauruszok a judaizmussal, azzal a ténnyel, hogy mi abban hiszünk, hogy az Isten az embert 5781 éve teremtette. Oké. Okay. Most ugye, hogy lehet az, hogy akkor az előbb általam elmondott, ugye, hogy a földgolyó, pardon, rosszul mondtam, mert a 13-14 milliárd év az nem a Föld korára, hanem az univerzum korára vonatkozik. Elnézést, a Föld az mindösszesen 3-4 milliárd éves. Elnézést. Oké, de lényeg történetünk szempontjából mindegy. A 4 milliárd éves földgolyó hogy lehet? Oké, akkor az úgy lehet, hogy ha elolvassuk Mózes első könyvében a teremtés történetét, akkor azt látjuk, hogy Isten a napot, mint égi testet, csak a teremtés negyedik napján teremtette. Csak a negyedik napján. Márpedig a napokat mi a nap alapján számoljuk. Ugye egy nap, 24 óra az időpont, az a periódus, amit a Föld a saját tengelye körül forog, úgy, hogy vele szemben van a nap. A saját tengelye körül forog. Ez egy nap. Na most, ha nincs égi testem, mint nap, akkor a teremtés első három napja, az könnyen lehet, hogy nem 24 óra volt, könnyen lehet, hogy nem egy ilyen hosszú periódus, hanem ennél sokkal-sokkal hosszabb. Vagy sokkal-sokkal rövidebb. Akár. De az egészen valószínű, hogy nem pontosan olyan hosszú volt a teremtés első három napja, mint amilyen hosszúak a napok manapság. Hiszen még nem volt nap égitest. Isten a napot, mint égitestet, meg a holdat, meg a világító testeket, a csillagokat, stb. Csak a teremtés negyedik napján teremtette. Oké, akkor ez is egy fontos megértés. Egy másik gondolat, és ez a dinoszauruszokra is igaz, ha csak a dinoszauruszokra hagyj beszéljük egy picit, azt olvassuk Mózes első könyvében, rögtön a Teremtés könyvénél, első fejezet, 21. vers, tehát rögtön a Biblia elején. Azt mondja, ve Yivra Elohim et hataninim hagdolim, ve et kol ha nefes ha-chaya ha-romeset, asher sarcu ha-maim leminehem, ve et kol of kanaf leminehu, ve jár Elohim kitov. Úgy szokták ezt fordítani, hogy és megteremtette Isten a nagy
állatokat, a nagy tengeri szörnyeket, és mind az élőlényt, amely mozog, amelyektől nyüzsögnek a vizek a maguk neme szerint, és mind a szárnyas madarat a maga neme szerint, és látta Isten, hogy ez jó. Ugye itt az ötödik nap teremtéséről van szó, és ötödik nap teremtette Isten a tengeri állatokat és a madarakat. Most, a helyzet az az, hogy az előbb felolvasott magyar fordítás, mint minden fordítás, nem precíz, nem pontos, mert ugye úgy fordította azt a szót, azt a héber szót, hogy taninin, úgy fordította a fordító, hogy Isten teremtette a nagy tengeri szörnyeket. De a taninim az valójában nem tengeri szörnyet jelent, az nem tudjuk, mit jelent, egy szó, amiről nem tudjuk, hogy mit jelent. Valamilyen nagy állatot jelent, de nem tudjuk, milyen állatot. A fordító úgy fordított, hogy nagy tengeri szörnyet. Máshol is találkozunk egyébként ezzel a kifejezéssel, hogy taninin, méghozzá Mózes második könyvének 7. fejezetének 10. versében. Ott Mózes áll a fáraó előtt, és egy, ha emlékeztek arra, hogy bemutat csodákat, hogy bebizonyítja, hogy Isten küldte, és az egyik csoda, amit bemutat, az az, hogy ledobja a botját a földre, és az kígyóvá válik. Ott a Tóra ugyanezt a kifejezést használja, hogy tanin, hogy a kígyóra. Ugyanezt a kifejezést használja. Tehát a mondandóm lényege az az, hogy Isten teremtett valamilyen hatalmas élőlényt valamikor az ötödik napon, amit úgy hívunk, hogy taninin, és nem tudjuk, hogy mi az. A Talmud azt meséli a Baba Vatra traktátusban, hogy Isten a taninin megteremtése után elég hamar elpusztította őket, miután megteremtette ezt a teremtményt, elég hamar elpusztította őket, mert látszott, hogy ezek az állatok, ezek a nagy testű állatok felfogják, nagyon fognak szaporodni, és fel fogják enni, le fogják vadászni más állatokat és más élőlényeket. Úgyhogy Isten elpusztította ezeket az állatokat, ezeket a taniniket. Nem tudjuk, mi ez a tanin, de Isten elpusztította őket viszonylag hamar a teremtés után. Lehet, hogy ezek voltak a dinoszauruszok. Könnyen lehet. De mondok egy másik megoldás, és ez kérdés arra, vagy ez válasz arra a kérdésre is. Ez válasz arra a kérdésre is, hogy mi a helyzet az emberi csontokkal, az emberi maradványokkal, vagy amiket találnak a régészek, tehát több tízezer éves emberi maradványok, amiket találnak a régészek, itt több megoldás is lehet. Először is lehet, hogy azok nem voltak emberek, hanem valamilyen állatok voltak, amelyeket Isten sokkal korábban teremtett, mint az embert. Csak nagyon hasonlítanak az emberre. Kettő. Az is előfordulhat, hogy a tudomány téved, és ezek valójában nem több tízezer éves csontok. Ez is lehet, ne zárjuk ki ennek a lehetőségét. És van még egy magyarázat, amit a Midrás mond, a Talmud alapján, hogy a Talmud ugye azt mondja, a Hagiga traktátus 13b oldal, hogy mielőtt Isten megteremtette az embert, azelőtt 974 generáció volt már. Tehát az ember előtt volt 974 generáció ember. Ez valamilyen misztikus feltételezése a Talmudnak, nem véletlen a szám sem. 974 generáció volt már Ádám előtt. Tehát könnyen lehet, hogy ezek voltak az ősemberek, az a 974 generáció, ezek voltak az ősemberek. 974 generáció az nagyon sok idő egyébként, kedves barátaim, az 30 ezer év. Ha egy generációt 30 évnek számolunk, és megszorozunk 30-at 970-nel, majdnem 1000-rel, az cirka 30 ezer év. Ez nagyon-nagyon sok. De hogyha csak 20 évvel számoljuk a generációkat, akkor is majdnem 20 ezer év. Ez nagyon sok. Ugye egy generáció, az, hogy milyen hosszú egy generáció, ugye ez korszakonként változik, az attól függ, hogy az emberek milyen átlagban, milyen korban szülnek gyerekeket, vagy nemzenek gyerekeket. Ugye ma ez kitolódott, ma az emberek inkább 30 éves korukban nemzik az első gyereküket, de korábban ezek korábban voltak, mondjuk 20 évesen. De ez változik, az itt történelem során változott az, hogy milyen hosszú egy generáció. De ezt nevezzük egy generációnak. Tehát, hogyha Ádám előtt volt már 974 generáció, akkor az a 900, és az a 974 generáció, az legalább 20 ezer év kellett legyen, és ez a 20 ezer év, ez bőven elég magyarázatot ad arra, hogy lehettek ezek az emberek, hogy lehet ezek az ember szabású, vagy ősembernek kinéző csontok. Ez is egy potenciális magyarázat, de mondom, elmondtam még több lehetséges megoldást, és ez ebből bármelyik, való, bármelyik elképzelhető, egyik sem túlságosan elrugaszkodott a földtől. Ami fontos egyébként, és ezt nem, hogy mondjam, ezt nem a kíváncsiság vagy az érdeklődés lefolytására mondom, az, hogy természetesen ezek mind nagyon érdekes dolgok, és mind nagyon izgalmas dolgok, de még egyszer az ember arra koncentráljon, főként, hogy mi a feladata, hogy Istennek megfelelő módon éljen,
Ez nagyon érdekes dolog ezeken elmélkedni, meg ezeket tanulmányozni. Csak ne terelj el az ember figyelmét a tényleges feladattól. Még egy kérdés. Azt mondja, ha kezdetben két ember volt csak, ugye Ádám és Éva, akkor a gyerekeiknél nem számított a bűnnek a vérfertőző kapcsolat, illetve nem állt-e fönt annak veszélye. Ugye ez nagyon jó kérdés. Ugye két ember, ugye Isten teremtett egy embert, és abból teremtette a nőt, tehát szétválasztotta a feminin és a maszkulin teremtményt, a férfit és a nőt, akik azután szaporodtak és sokasodtak, méghozzá is született két gyermek, Káin és Ábel. Ugye mindenki ismeri a Káin és Ábel történetét, ugye, amikor Káin megöli Ábelt féltékenységből, irigységből. Most ebbe is menjünk bele. Persze felmerül a kérdés, és ez egy elég logikus kérdés, a rabik ősidők óta foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Hogy született Káin, és, vagy mármint Káin és Ábel után, hogy szaporodott tovább az emberiség? Hogyha az első emberpárnak csak két fia volt, kiszült a következő generációt. Kit ejtett teherbe, Káin vagy Ábel? Annak érdekében, ugye hát ez egy elég logikus kérdés, az ember olvassa a történetet, tehát biztos, hogy És itt két megoldás, két potenciális megoldást is mondanak a rabbik arra, hogy mi is történhetett. Az egyik potenciális megoldás mindenképpen vérfertőző volt, ebben igaza van a kedves tanulótársunknak, a mai értelemben vérfertőző volt. Az egyik potenciális megoldás az az, hogy Káinnek és Ábelnek volt egy lánytestvére is, akiről nem beszél a Biblia, meg nem beszél a Tóra ugyan, mert azért, mert a történetünk szempontjából nem játszott szerepet, nem volt említésre méltó, vagy nem volt annyira fontos az ő megemlítése. De volt egy lánytestvérük, ez az egyik variáció, és ő esett teherbe tőlük, és így reprodukálódott az emberiség. A másik variáció, amiről beszélnek a rabbik, az az, hogy maguktól, az anyjuktól estek teherbe. Tehát Éva volt az, aki teherbe esett a saját fiaiktól. Most persze mindkét megoldás, amit mondtam, ez komoly vérfertőzés. Ugye ez egyik a legtilosabb bűnöknek, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt, az a szülővel vagy a testvérrel hálni, ez égbe kiáltó bűn. De azért azt tudni kell, hogy ugye beszélünk a teremtés idejéről. A tóraadás előtt ugyanis, mielőtt Mózes fölment a Szinájhegyre, a teremtés utáni 2448. évben, tehát majdnem 2500 évvel a teremtés után, mikor Mózes 2448 évvel, az ember teremtése után, Mózes kivezeti a zsidó népet Egyiptomból, majd elérkeznek a Szinájhegyhez, és Isten megjelenik a Szinájhegyen az egész zsidó népnek, és átadja Mózesnek, és Mózes a zsidó népnek a Tórát, Mózes öt könyvét, az ebben található parancsolatokkal, ugye? A Tóra törvényei csak ezután léptek életbe. Azaz, Ádám és Éva idején még nem volt tilos a vérfertőző kapcsolat, a Tóra törvényei még nem voltak hatályban, ha úgy tetszik. Még nem voltak hatályban. Ezért a korai embereknek, ez ugyanígy igaz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, még nem voltak kötelezők a Tóra törvényei. A Talmud elmondja egyébként, csak érdekesség, hogy a Talmudja, a Talmud elmondja azt, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob, tehát az ősatyáik megtartották ugyan a Tóra törvényeit, de hát még nem volt adva a Tóra az emberiségnek, és ez intuitív alapon volt. Tehát ők proféták voltak, és voltak ilyen megérzéseik a törvényekkel kapcsolatban, de semmiképpen nem volt számukra kötelező, ha úgy tetszik, ez valamiféle szorgalmi feladat volt az ő részükről. Oké. Ezek voltak tehát a kérdések, most pedig egy érdekes koncepcióval, ugye most már hónapok óta, fél éve a Lubavitchi Rebbe Jom-Jom című könyvét tanuljuk, ezt egészen januárig fogjuk tanulni ezt a könyvet, akkor fejezzük be a teljes könyvet, hiszen a Rebbe minden napra ad valami útmutatót, és januárban be fogjuk fejezni Isten segítségével a teljes könyvet, és meg fog jelenni jövőre, jövő polgári évben, teremtő segítségével meg fog jelenni ez a könyv magyar fordítással is. Úgyhogy minden, amit beszéltünk, annak írásos nyoma lesz. Szóval a Rebbe a Hájom-Jom című könyvben a következőt mondja, egy nagyon érdekes hászid koncepcióról beszél, amit úgy hívnak, hogy jehidut. Jehidut az privát audienciát jelentett a Rebével. Amikor az ember egy hászid, egy a Rebének, egy a spirituális mesternek, egy követője privát beszélhetett négy szem közt a Rebével, a Lubavitchi Rebével. Ezt úgy hívták, hogy jehidut. Jehidut héberül azt jelenti egyedülmaradás. Vagy igen, egyedülmaradás. Szóval amikor az ember egyedül maradhatott a Rebével. És hál' Istennek sok embernek volt a lehetőség arra, hogy jehidutban,
Tehát privát audiencián vegyen részt a Rebével, a Rebe 1994-ben meghalt már, tehát ilyen tekintetben ez a fizikai jehidut, ez már megszűnt, de a jehidut, tehát a privát audiencia egy központi eleme a haszid életnek, méghozzá az emberek, a haszidok erre fölkészültek, a Rebe követőjére, a jehidutra mindig felkészültek, testileg is és lelkileg is, elmentek a rituális fürdőbe, a mikvébe, hogy megtisztuljanak rituálisan, és természetesen fölvették a öltönyt, ruhát, nők is voltak jehidutra, nem csak férfiak természetesen, szóval felkészültek, előtte kezet mostak, és míg vártak arra, hogy bemenjenek a Rebe szobájába, addig zsoltárokat mondtak, imádkoztak. Tehát felkészültek spirituálisan is, és testileg is arra, hogy a Rebével beszéljenek. A Rebe nem csak hogy egy fantasztikus ember volt, ezt mondani se kell, de különleges ember volt abban a tekintetben is, hogy abban, és ezt sokan mondták, amikor beszéltek arról, hogy mi történt ott bent a Rebével, akkor azt mondták, hogy arra a pár perc, amíg a Rebével beszéltem, addig úgy éreztem, hogy csak én vagyok számára, és senki más, csak rám figyeltet. Olyan mértékű koncentrációra volt képes a Rebe, hogy csak arra az emberre koncentrált, és arra, amit az ember mond, amikor éppen vele beszélt, a jehiduton. Most azt mondja, tehát csak ennyit a koncepcióról, mit jelent ez a jehidut, a privát audiencia, mert a mai tanulás az erről szól. Azt mondja, hogy az által Rebének a haszidjai, tehát az első Lubavitcher Rebének a haszidjai, az öregek azt mondták, hogy a jehidut, ez a privát audiencia két jelentéssel is bír. Az egyik jelentés az tiszta, világos, a másik pedig kijelölt vagy egyesített. Ennek a három magyarázatnak a forrása a Talmudból és a Midrásból való, Skalim traktátus 6.6.2, illetve Jevamot traktátus 62a és Bereisit Rába 20. fejezet. Ez szerint a jehidut, tehát van ennek egy magyarul, ezek a privát audienciák, ezek nem csak privát audienciát jelentenek, hanem ennek a szónak, ennek a kifejezésnek van még három értelme, az egyik az tiszta, világos, a másik az kijelölt, a harmadik pedig egyesített. Mit jelent ez? Mit jelent ez? És azt most Rebe elmagyarázza mind a három kifejezést. Ez szerint a jehidut, tehát ezek a privát audienciák, ez tiszta, világos, az a saját állapotunk tisztázása, ugye elmondom részletesen, mire gondolok, saját állapotunk tisztázása, a másik, az Isten szolgálat azon módjának kijelölése, amely alapján elfordulunk a gonosztól és kedvező jellemmódásokra teszünk szert, ez a kijelölés, illetve a harmadik, az egyesítés, amikor az ember teljesen egyesül a Rebével, és minden vágyát ennek rendeli alá. Ugye, miről van szó? Úgy képzeljük el úgy a jehidutot, csak hogy egy hasonlatot mondjak, bár ez a hasonlat az teljesen nem adekvát, teljesen sántít, de mint amikor az ember egy pszichológushoz megy, mint amikor az ember a Rebével beszélt, akkor tulajdonképpen a Rebe egy tükröt tartott az ember elé. És amilyen te voltál, olyan volt az élményed is. Ha te nem voltál tiszta szívű, ha te nem koncentráltál oda, akkor esetleg nem azt kaptad, amire vágytál, vagy amit reméltél, amit szerettél volna. Tehát amikor az ember ilyen hiduton van, és az általában igaz arra, amikor az ember saját magával szembesül, amikor az ember saját maga gyarlóságával néz szembe, az tulajdonképpen nem más, mint a saját állapotunk, a saját helyzetünk tisztázása. Egyébként ez a legnehezebb dolog. A legnehezebb dolog szembenézni az embernek saját magával. Kinyitni azokat az ajtókat, hogy mindannyiunk az életben történnek dolgok, és ezeket, azokat a dolgokat, amelyek kellemetlenek számunkra, vagy rosszak voltak számunkra, azokat megpróbáljuk elzárni magunktól, mint hogyha egy szobába bezárnánk őket, ahol becsukjuk az ajtót, és eldobjuk a kulcsot, hogy nehogy véletlenül megtaláljuk ezeket a dolgokat, nehogy véletlenül szembesüljünk ezekkel a dolgokkal. Az igazság az, hogy az ember, amikor igyekszik magán változtatni, az ember, hogyha igyekszik magán változtatni, az ember igyekszik áttekinteni az életét, akkor kénytelen, kelletlen, ki kell nyitni ezeket az ajtókat. És sokszor nem kellemes. Sokszor nehéz. Sokszor fájdalmas. Szembesülni a saját gyarlóságunkkal, a saját gyengeségeinkkel, a saját hibáinkkal. De nem tudunk megjavulni, nem tudjuk rendbehozni saját magunkat, nem tudjuk kijavítani, meggyógyítani saját magunkat,